Egy 53 éves helyi férfi hunyt el pénteken este 8 óra után a Máriavárosban, a Szent Miklós utca és a Botond utca kereszteződésénél, amikor autójával balesetet szenvedett. Nem hivatalos forrásokból tudjuk, hogy a jármű a Tatársor felé haladt, amikor valamilyen oknál fogva áttért a szemközti sávba. Ezt követően a patkára hajtva neki csapódott a Botond utca sarkán álló villanyoszlopnak. A tehetetlen jármű feltetően már a levegőben megpördült, majd a tetején landolva állt meg. A kiérkező tűzoltók emelték ki a sofőrt, majd a mentők próbálták újraéleszteni, de a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés idejére a rendőrök lezárták a kereszteződést. Az út zárt, csak éjfél körül szűnt meg. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.